104 Rádió egy csak igazi mai sláger megy. Kellemes hétvégét kívánok! Velünk történt magazin műsorunkat hallják. A telefonvonal túlsó végén Jakab István úr, a Magosz elnöke és az országgyűlés alelnöke. Jakab úr, tisztelettel üdvözlöm! Jó napot kívánok, köszöntöm a kedves hallgatókat! Nagyon-nagyon szépen köszönöm, hogy így telefonon keresztül is tudunk beszélni, hogy azzal kezdtem így, mikor kapcsolatba kerültünk, hogy azért rengeteg Békés megyei rendezvényen szoktunk találkozni, és hát ön folyamatos vendége a Békés megyei kiemelt eseményeknek, és hát rögtön azzal kezdeném, ugye, hogy nem is olyan régen Szarvason, a történelmi Magyarország közepén, ugye nagyon jelentős esemény volt a Nemzeti Összetartozás évében a Magyarok Kenyere program, 15 millió búzaszem. Ez legyen az első, amit szeretném, hogyha elmondan a hallgatóinknak, hogy honnan is jött ez a program, mit lehet róla tudni, milyen összefogás jött létre a Kárpát-medencében. Dupla évforduló van, rendekosan nem mondom, hogy ünneplünk, de emlékezünk. Az egyik évforduló ünnep, ez a Magyarok Kenyere 15 millió búzaszem 10 éves évfordulója. Baranya megyéből Pécsről indult egy csodálatos gondolat, hogy ami összefog bennünket, a kenyér, az egy kenyéren vagyunk, az összetartozás, a kenyér, az élet. Ebből a gondolatból fakadt, és ezt tudtuk továbbvinni, ebbe kapcsolódott be ebbe a programba a Nemzeti Agrárgazdasági Kamara és a Magosz, valamint a Magyarok Kenyere Alapítványt és a Magosz átvette, így gyakorlatilag innentől kezdve egy nagyon intenzív fejlesztés, működtetés van. Folyamatos fejlődés van, 10 tonnával indult, az elmúlt esztendőben 791 tonna gabonát gyűjtöttek össze a gazdák, és reményeink szerint az idén megközelítjük a 800 tonnát. Az egész Kárpát-medence, a teljes Kárpát-medence magyar gazdatársadalmát összefogja, de a kenyéren keresztül az egész Kárpát-medence magyarságát, és most már bekapcsolódott a határon túl, a tengeren túlról is bekapcsolódtak a magyarok, tehát mondhatjuk azt, hogy az világ egész magyarság együtt van. És akkor itt el kell azt is mondani, hogy ugye említette, hogy bízunk benne, hogy meghaladják a 800 tonnát, hogy ebből lisztet készítenek, és rászorulóknak fogják eljuttatni, ugye? Itt igaz, tehát nyilvánvaló a gyűjtés, azt jelenti számunkra, hogy több mint 80 gyűjtőpontunk van itt a Kárpát-medencében, közel 20 malomban őrlik meg ezt a gabonamennyiséget. Egy óriási logisztikát működtetünk ebben, a falugazdászok, Magosz vezetők, aktivisták részt vesznek. Ezt eljutatjuk Csaba testvér árváinak, eljutatjuk a kárpátaljai nagydobronyi gyermek otthonba, eljutatjuk a kárpátaljai református egyházkerülethez, ahol egész esztendőben ebből a lisztből sütik a kenyeret a rászoruló emberek számára. Elmondhatjuk, hogy nincs olyan ember, akinek az asztalára nem jut kenyér, nincs olyan magyar ember Kárpátalján. Tehát én azt hiszem, hogy ezen túlmenően a program révén képesek vagyunk az összefogást erősíteni, kapcsolatokat, információt, tudást átadni, segíteni egymáson. És ahogy említette is, elnök úr, hát én ott voltam személyesen Szarvason ezen a gyönyörű eseményen, ugye ott volt például a búza összeöntés is. Ez így igaz. Tehát maga a program lényege az, hogy egyes térségekben összeöntik a gabonát az ottani gazdák, összehozzák, abból készítenek egy olyan keveréket, ahol mindenkinek ott van néhány búzaszeme. Ezt elhozzák, és itt ezt a gabonát összeöntjük. Nos, ezt őrültük meg a szarvasi szárazmalomban, a szarvasi lóvontatású szárazmalomban, amiből aztán készül majd a magyarok kenyere. Így bizony, és azt is el kell mondani, még a szarvasi rendezvénynél maradva, hogy azzal indult az egész, hogy Böjte Csaba testvér üzent nekünk így interneten keresztül, és hát például én találkoztam ott kárpátaljai gazdákkal is, úgyhogy nagyon-nagyon jó volt, és utána ezt a programot folytatván megérkezett a Kárpát-medence arató koszorúja a Szent István bazilikába. Jól tudom, elnök úr? Így igaz. Még egy pillanatra hadd térjek vissza Böjte Csaba testvérhez. Azt gondolom, az ő üzenete valamennyiünket egy pillanatra megrázott, és kiemelte azt, hogy akkor, amikor a világban az indulatok elszabadulnak, amikor megtagadják az egyes nemzetek a történelmüket, amikor rombolnak, szobrokat döntenek, és megaláznak embereket, akkor nálunk a szeretet, az összetartozás, az egymásért való felelősségvállalás van a fókuszban. Azt hiszem, hogy ebből is példát adunk, ha kell a világ népének is, hogy van egy nemzet itt a Kárpát-medence szívében, amelyik valóban nemzetként él és működik. Visszatérve az aratókoszorúra, igen, az aratókoszorút már elhelyeztük a Szent István bazilikában, a hajdunánási szalmafonó barátaink készítették, 4 asszony 3 héten keresztül napi 8 óra munkával, 800 húza szálból, gabona, kalászból és szárból készítették ezt a csodálatos művet, valóban egy remek mű. Ez is egyfajta üzenet.
üzenet, ez az oratás befejezését jelenti, ez az örömet jelenti, ez az összetartozást jelenti, ez a jövő ígéretét adja azáltal is, hogy ugye a néphagyomány szerint ezt a koszorút elhelyezték a Mestergerendába annak idején, és az ebből vett szemeket keverték hozzá az elvetésre kerülő búzához, hogy a termékenység még inkább biztosított legyen. És akkor még ugye, hogy elnök úr is említette, ezután jön majd az adományozás, azt mikorra tervezik? Az adományozást az őszre tervezzük, reményeink szerint november elején meg tudjuk oldani, amikor már minden egyes szervezet felkészült. Ugye az adományozás úgy zajlik, hogy a liszt egy része itthon marad az ország határain belül, hisz nagyobb mennyiséget az anyországon belül gyűjtünk össze, a másik részét pedig eljuttatjuk segélyszervezeteken keresztül határon túlra, de a határon belül itt is, hisz itthon is az anyaországban idős otthonoknak, egyházi szervezeteknek, rászorulóknak ugyanúgy eljuttatjuk, mint ahogy eddig eljuttattuk. Sőt, az alapítványunkon keresztül lehetővé tesszük azt is, hogyha valaki nem gazdálkodik, de ezt a programot támogatni akarja, segíteni akar, egy ilyen csodálatos programba akar részt venni, akkor tudjon adományt adni. Nagyon-nagyon szépen köszönöm, elnök úr, hogy rendelkezésemre állt, jó volt önnel beszélgetni, és bízom benne, hogy hamarosan újra találkozunk Békés megye valamely pontján, valamelyik rendezvényen. Úgyhogy nagyon-nagyon szépen köszönöm, további eredményes jó munkát, jó egészséget kívánok. Nagyon szépen köszönöm én is minden kedves hallgatónak, Isten áldja önöket. Velünk történt magazinműsorunkban exkluzív interjút hallhattak Jakab Istvánnal, a Magosz elnökével, az országgyűlés alelnökével. Műsorunkat hamarosan folytatjuk itt a 104 Rádió 1-en.